Szeretném kinevezni új üzemegységünk igazgatóját. Már sokan ismeritek, és sokan már szóba elegyetetek vele, hiszen régóta itt dolgozik, és egyenesen Japánból érkezett hozzánk Mataro Muhakari. Gratulálunk neki! Most még valószínűleg a reptérből a taxival érkezik, úgyhogy majd megkapja a kitüntetését, és illetve elfoglalhatja méltó helyét, és nagyon reméljük, hogy biztos kezedben lesz ez az egység. Köszönöm szépen mindenkinek! Ne suttog, miért suttog? Nem kérek pesgőt, urarancsok kedvem most, ne haragudj. Nem ünneplünk, nem ünneplünk, mert valami tököm tudja milyen mutakali, hogy mit tudom én kinyerte meg. De nem értem, hogy miért. Sem értem, hogy hogy. De ki a faszom ez? Az egész életemet beleteszem ebbe. Utálom, gyűlölöm, elegem van az egészből. És az is, hogy itthon miért? Az ott ki van folyatva, ott valami? Most, mi az, hogy nem tudod? Nem azt mondtam, hogy nem tudom, mert most törlöm fel azt. Az nem. Hát de most törlöd fel, amikor mondom, hogy itt van valami. És tele van, mi ez? Meg vagyok nyugodva. Nem, nyugodtan mondom, csak azt kérdeztem, hogyha ugyanúgy belátnád a dolgaidat, ahogy én belátom, akkor meg belátnád, hogy igen, ott ki van folyva valami. Nem azt mondtam, hogy milyen vagy, én nem mondtam rád semmit, csak azt mondtam, hogy ki van folyva valami, itt meg áll ez a szar. És erre jövök haza. De mondd meg, hogy mi történt. Semmi nem történt, hagyjál már békén, hogy ne veled én mondjam el, hogy mi történt. A japán kapta meg, mert mit tudom én, mert... Nem mondott indokot, mert hülye, mert nem mentem oda, dehogy megyek. Mert nem beszélek ezzel a nővel soha többet. De hát lehet, hogy neked valami más posztot szán. Milyen posztot szánna nekem, mint a legmagasabbat? Ne szánjál meg! Ne szánjál meg! Legugolsz hozzám, mint aki megszán! Nem kell engem megszánni! Engem nem megszánni kell, hanem kitüntetni, hogyha én csinálok valamit kurva jól. És miért ezt a kibaszott japánt izélik meg? Amikor semmit nem csináltam, senki nem dolgozik nálam jobban. De nem tudhatjuk, hogy ő hogy dolgozik. Ki nem tudhatja? Miért nem tudhatjuk? Hát én tudom, hogy én hogy dolgozom. Kívánának is megvan az oka, és megvan az oka. Tehát szeretnek, megvan. Nem kérdjetek el, hogy nem szeretnek. Egyrészt nem szeretnek, mert akkor kitüntetnének. Másrészt pedig én dolgozom a legjobban is. Hogy mondhatod, álljál, hogy mondhatod, hogy ő biztos, nem tudhatjuk, hogy ő hogy dolgozik. Miért ő jobban dolgozik szerinted, mint én? Én nem. Hogy van benned bizodalmad? Nem, én nekem nem. Milyen feleség vagy te, aki ne imádkozz, bazd meg? Milyen feleség vagy te, akinek úgy van bizodalma, hogy nem bízol bennem a saját emberedben? Ne fogd meg a kezem! Elegem van belőle! Hagyjál békén! Hagyjál békén! Milyen ember vagy te? Megnyugodjál! Nem nyugszom meg! Ettől pont nem nyugszom meg! Menjél innen el! Menjél innen el! Most hagyjál békén! Menjél innen ki ebből a kurva szobából! Ez az én kibaszott lakásom, és én fizettem ezt az egész kibaszott szart! Húzzál innen! Hagyjál békén! Ez az Iván annyira kiborult, hogy most ő érezte fontosnak, hogy keressen meg pszichológust. Engem. Ha én vagyok a legjobb, akkor igen. Ha addig dolgozom azon, hogy én legyek a legjobb, akkor igen. Az borított ki, hogy felvetődött benned, hát ha nem te vagy a legjobb, vagy az, hogy nem úgy bántak veled, mint a legjobbal, vagy az, hogy valaki még jobb. Hogy nem úgy bántak velem, mint a legjobbal, és én vagyok a legjobb, én dolgoztam a legjobban, és nem becsültek meg.
igazságtalanságnak és szemétségnek. Támadásnak, igazságnak, szemétségnek. Bukásnak. Nem akarok bukni. Nem bukok. Nem vagyok hajlandó bukni. Annyira elképzelted magad előtt, hogy én leszek most ennek a vezérigazgató. Igen. Mert én dolgoztam a legjobban. De nem fordítva van, hogy azért dolgoztál annyit, hogy oda eljuss. De. Igen? Igen. De ezt megígérték egyébként? Nem. De hát... Ez jár? Hát nekem, ha annyit dolgozom, akkor azt érzem, hogy jár. De ezt megígérték? Nem. De hát tudtam, hogy lesz előléptetés. Tudom, hogy valaki fogja az egész divíziót vezetni, és én dolgoztam a legjobban, nem egy, nem tudom, milyen japán honnan. Tehát akkor úgy jár, ez 2 meg 2, 4. Ha én dolgozom a legjobban, akkor úgy jár, hogy én. Pont. Hát, hogyha nem dolgozom a legjobban, akkor nem. De én dolgoztam a legjobban. Most dühös vagy? Igen. Úgy érzem, sértett is vagy? Igen. Vagy fájdalmat érzel? Önsajnálatot? Nem sajnálom magam. Nem sajnálom magam. Hát sírva jött. Az más miatt. Megrendültél. Inkább ideges vagyok, és dühös, és igazságtalan. Bántottad a feleségedet is? Hát, ha hülye. Vagyis? Hát, ha hülye, akkor igen. Miért? Ő se úgy viselkedett, ahogy elvártad? Nem. Mit kellett volna neki viselkedni? Hát nem tudom. Látni azt, hogy én vagyok a legjobb. És tisztelni. Megkérdőjelezte? Igen, engem megkérdőjelezett. De néha a feleségek azzal segítik, vagy úgy gondolják szegény lányok, azzal segítik a párjukat, hogy megpróbálják elképzelni, hogy mi mások lehetett még. Hát de ne azt képzelj el, hogy a másik, hogy én szarvajok és a másik jobb. Az nem túl jó. Ez elhangzott, vagy ezt te gondolod? Hát ez a lényege. Ez a lényege. Az nem feleség. De tulajdonképpen... Miközben én tartom el. Uh-huh. És én adok neki mindent. Akkor legalább annyi, hogy elismeri, amilyen vagyok. Igazából te mindenkinek megírod a szerepét, igaz? Hát ha én vagyok a legjobb bizonyos pozíciókon meg dolgokban, akkor ennek méltó elismerést várok el, igen. Uh-huh. Ha nem, akkor nem. Ha igen, akkor igen. Tehát akkor mégis oda lyukadunk ki, hogy valamikről azt gondolod, hogy neked az jár. Igen. Így viselkedjen a feleség, így igen. viselkedjen igen. az igazgatóság, igen. a cégvezetés, igen. az élet, a jóisten minden, mert az igen. úgy jár. Hát valami jár. Ha jár, akkor igen. És akkor most mi lesz a jövőben? Én nem tudom. Kevesebbet fogsz várni, és akkor nem pottyansz ekkorát a földre. Vagy ott hagyom ezt az egész szart. Büntető. Igen. Büntető ők. Te kigúnyolsz most? Igen. Miért? Azért, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy igazságtalanság történt, de közben nem volt szerződésed arra, hogy te ezt megkapd. Te ezt elvártad. Te magadtól kigondoltad. De akkor igazságtalan az élet, nem én vagyok, ha én vagyok a legjobb, akkor is azt mutatja majd egyszer csak az élet, hogy nem én vagyok a legjobb? Bizony, lehet, hogy én. Tehát ha én vagyok a legjobb, lehet, hogy úgy van, hogy nem én leszek a legjobb. Még ilyen is lehet. Ez nem jut el annyira most hozzá. De... Hogyha én vagyok a legjobb, akkor az jön vissza az élet, hogy nem én vagyok a legjobb. Oké. Ma is tanultál. Te elmélyi pszichológusnak komolyan mondom. Kérdezzük meg őket, van-e most, ezután bárkinek hozzátenni valója. Azért csak nem menjetek messzire, mert hát ha tanulságos lesz. Szóval, mit kellett volna mondani? Vele sírni? Vigasztalni? Azt mondani, hogy legyél még jó? Azt kellett volna? Hogy elfogadta volna. Hogy? Lehet, hogy elfogadta volna, hogy legyél még jobb lenni. Jó, hát ezt el tudom képzelni, hogy én mondok még ilyeneket, igen, meg hogy csináld meg a saját vállalkozásodat, találd ki te is magadat,
Igen. Majd egyszer megkapod, amit érdemelsz, de nem mindig kapjuk meg azt, ami jár. Hát, igen. No, még van egy kis meglepetés jelenet sorú. Akarod még? Csak annyit. Hát majd megkérdezzük, bírjátok még? Uh-huh. Jó. Jó. Addig elmondom, hogy mint minden, most már mindenkinek betéve tudni kell, hogy minden hónap 10-én, 5-ös 10 pszichoszínház. Május 10-én is itt vagyunk, és az lesz az évadzáró idén, és az lesz, hogy a Starenki Dóri először jön hozzánk játszani, és hát a magyar Al Pacino, az én drága barátom, Tóth Jocó lesz vele, és valószínű, hogy a megfelelési kényszer témában fogok elmérkedni, és előadást írni. De lehet, hogy másról. Na, arra gondoltunk, hogy beszélgettünk itt, hogy ki mit nyert, ki mit veszített, ki miben bukott el, ki mit gondolt bukásnak, ami lehet, hogy nyereség volt, hát mindenki majd otthon ezen gondolkodik. De hogy olyan szép ez a gyönyörűséges magyar nyelv, és azt gondolom, hogy minden ember és mindenféle helyzetben másképp tudunk bukni. És hogy ez a magyar nyelv, ez imádni valóva az igekötőivel. És én most csak olyasmiket fogok mondani, hogy ki hogyan bukik, kik hogyan buknak el. És ebből semmit nem tudunk, és, ebből és nem amit most elmond, arra sem. Kell most valami. El. Elbukik? El. Hol vannak? Hallod őket? Igen. Nincsenek ott. Biztos? Kurva életben ezek elbuktak. Nem áll. Mi lesz velünk? Oda megyek. Ne, oda ne menj. Miért? Elbukunk? Elbuktak! És mi is elbukunk. Takarodjunk vissza. Tankok jönnek. Ne. Szarba vagyunk. Meneküljünk. Te mész arra, én meg el, ne? Jó. Jó. Hol találkozunk? Bunkerben? Igen. Mindent vele. Hajdá! Csá! Azt mondom, hogy meg. Anya! Igen? Látom, hogy nem most, mert most nagyon-nagyon fontos... Ja, lehet, csak az ellenőrzőmbe kellett, azt mondta a matek tanárnak, hogy írassak valami talált, de akkor jó, akkor nem iratom. Jó, hozd ide! Hozd ide, csak a karamellet, hogyha odaégetem, akkor nem lesz finom a... Jó, kitaláltam valamit, hogy volt ilyen doga, meg nem tudom teljesen, de érdekes ez a karamell, csak hogy írd alá. Jó, egy pillanat. Én majd csinálom neked, csak segítek, jó? Akkor segítek. Fogd meg, légy szíves. Ne, segítek, hogy mutatom, hogy hol írd alá. És itt ahova tartom, itt írd alá. Várjál, mindjárt. A szemüvegemet hozd már ide, kisfiam, légy szíves, ott van segítek. A konyhapulton. Nem találom. Nincs ott, jó, akkor várjál, mindjárt most már fog. Már meg ezt a picit, ezt a serpenyőt, légy szíves. Na, hadd nézzem, melyik az? Milyen óra ez? Melyik? Milyen óra ez, fiam? Melyik? Amit alá kell írnom? Melyik óra? Ma te... De jó ez a karamell! Vizi? Válaszoljál már, Ivánka! Melyik óra? Melyik óra, amit alá kell írni, mert nem látok semmit. A matek óra. Matek óra? Milyen egyes ez? Egyes ideig, ha Ivánka, nem látom jól. Egyes? Ivánka, válaszoljál! Négyes! Négyes! Jó, van, akkor négyes. Tessék, aláírtam. Köszönöm! Szia! Lehet mondani magyarul azt is, hogy le. Le? Le. Lebuk. Úgy lebuk ki. Az az én telefonom? Igen. Neked akartam hozni, mert ott hagytad a hálószobában. Jó. Erika, videót küldött. Megteszed, hogy nem olvasod vele? Vagy elmondom? Én mikor nézem bele a te telefonodba? Csak pont rezgett a farzsebemben. De én mikor nézem bele? Nem nézünk bele a egymás telefonjába. Mit kérdeztél? Nem van titkolni való? Tényleg Erika egy videót küldött. És van titkolni valód? Nincs, miért lenne?
Pislogsz, ennyit meg az asztalon, hogy nincs. Most nem áll. Ismerlek már, Iván, mint a rossz pénz. De most miért azért, mert pislogok? Mit pislogok? Ez az, mit pislogsz? Semmi, küldött az Erika egy videót. Ki az az Erika? Egy csaj, akit ismerek. Honnan? És ő hajt rám, igen, tehát azért zavarban vagyok, mert hajt rám, igen, és ezt jól érezte, nem tudom, de különben nem vallanám be, hanem nem így. Biztos küldött valami. Ez is hajt rád az Erika, az mit jelent? Hogy mit jelent, ki akar velem kezdeni, össze akar velem jönni, és gondolom, ilyen erotikus videót küld, de egyébként sem válaszolok. De nem válaszolok, hát én most meg sem néztem, hagyjuk, ne csináld ezt, ne csináltam semmit. Ne aludj már. Az tök mindegy, meg fog zavarni, látni fogsz egy erotikus videót, hogy egy nő küld, de nem tök miért, mindegy. Miért nem mondod azt, hogy Erika, ne küldjél nekem, nem volt rá időm, mert megnézted, még meg sem néztem. De azt mondod, hogy erotikus videókat küld, tehát ez már nem az első, nem. Amiket te így megnézed, de nem reagálod. És így tovább, és így tovább. Te vagy a... Minden. Azt mondja, ki? Mi? Még három van. Ki? Mit a? Te megtanultad az összes verseket monológot? Nem. Nem? Nem. Te nem felvételed ilyet? De! Hát akkor meg! De szerintem én befognak választani pont egy olyan, rizikózom. Mert mi és kekenyel, én teljesen ki vagyok. De igazából megvan már előre, hogy kiket vesznek föl. Megvan előre. Ne csinálj meg, ki fogok bukni! Hát azért mondom, hogy bukni! Fel! Jaj!